Kisztusban. Köszöntjük közösen sok szeretettel, köszöntséget Sülösi Vácsi Mami Maharádzsa. Egy kis bajzsannal fogunk kezdeni, és utána a Maharádzsa arról fog nekünk beszélni, hogy a Krisna tudat, az egy, ez egy valódi életcél, ami tud adni egy valódi perspektívát az életünknek. És a megvalósítása az egy élethosszig tartó folyamat. Nem is mondani többet. Köszönjük Maharádzsa, hogy eljöttél. Nem véletlen van, köszönöm szépen. Köszönöm. Azt hiszem, hogy sajnos most nincs nagy hamar áldozat. Nem. Énekelünk Hare Krisnát, énekelünk Prnámat, Prnámas, ez jelenti, hogy köszönetet, tiszteletet, Srila és Csaitanyát. Oh,
A tehén védelem volt a igazi
kötelessége mindenkinek, szóval mindenkinek az ott. Hát mind most mindenkinek van egy kutya, ami nem csinál semmit, mint csak ugat. De akkor mindenkinek volt, hát több mint egy tehén, mert arra, hogy tehenek adjanak tejet, akkor több mint egyre van szükség. És akkor szó voltak neki tehenük, és akkor ugye az egy olyan általános szabály volt, szokás volt, hogy amikor jönnek valami szentek, vagy hogyha valaki utazók vannak, és akkor kérnek, akkor egyik dolog, hogy mi mindig ugye ajánlnak neki valami ennivalót, de legalább valami teje, vagy és hogyha akarnak aludni, akkor általában hát Indiában házak nem nagyon nagyok, mert többen emberek kint aludnak, kint élnek, mert az időjárás szép, mint most, ilyen időben, mert miért kell egy házba lenni, egy ház csak egy börtön. Az, hogy van ház, inkább sokkal természetesebb kint élni. Tárabal kémne zsívánti, mondja valamit, aminek, ha van fa, minek kell egy ház, fa, meg tudsz élni. Esik az eső, megvédek. Hogyha hideg van, akkor már egy másik dolog, de amikor kellemes az idő. Szóval, de Narada Muni akart helyet, és akkor mondta, hát hogyha akarsz helyet, akkor legyél egy tehenek. És hát általában Narada Muni nem, ugye, inkább, ahogy mondtam, a dolgozott, akkor hát adunk helyet. És akkor mondta, hát igen, hogyha nekem kell a tej, én hát a tej az, ami fáguljon, ami a tehén üljön, akkor kell tenni, amikor hát hol találok tehenet. Azt mondja, hát vagy mész kódolni, és valaki ajándékon ne tegye tehenet, vagy menj dolgozni, és akkor valahogy kapja a tehenet. Tehát Narada Muni nem, ugye ő egy brahman, szóval nekem sem semmiféle szakmája. Akkor mondom, hát akkor valahol kell tehenet, és akkor hát mit csináljak? És a illető, akivel beszélt, azt mondta, hát egy dolog, ami mindenkinek kell, az tüzelőfa. Arra nem kell nagy szakma, menj be a erdőbe, és gyűjtsd össze a tüzelőfa. Mert ugye erdőben mindig elsik a fa, szóval még nem is kell valamit, csak hogy gyűjtsd össze. Add el abból a pénzből, amit összegyűjtesz időben. Szóval akkor Narada Muni elkezdett dolgozni. Menni az erdőbe, gyűjtötte a fát, hátára rakta a fát, jött vissza, eladta a fát, kapott valami kis pénzt, gyűjtötte a pénzt össze, megint ment következő nap, és akkor így ment addig, ami volt elég pénz, és végre vett egy tehenet. Egy olyan tehén, amit mondtak, hogy ugye már adott a fejet, csak egy bocit vett volna, akkor még kellett volna várni, vett egy tehenet, és akkor vett egy tehenet, és akkor megvolt a tehén, és a tehenet meg kell etetni. Szóval akkor meg attól az illetőtől megkérdezte, hogy csináljak, és van a tehén, ad tejet, de aztán őt is kell etetni, és akkor most én tudok enni, nekem van tej, de ő neki, hát azt mondja, hát menj, gyűjtsd a fát, gyűjtöd a fát, és akkor a fával, akkor most tudod valakinek már cserélni, és akkor ugye kapsz a fűzt, vagy tudod fűzt, másféle gabona, amit a tehén tetett, csak elment a Narada Muni, a erdőben gyűjtött fel, visszajött, elcserélte, megetette a tehén. Jó, de a tehén meg már azóta, ugye ő, mert egész nap erre van Narada Muni, és akkor ugye a tejt a tehénet meg is kell fejni. És akkor Narada Muni akkor nagy nehezen éjjel meg, hogy de akar álljon, hogy hát igen, de kell valaki, aki meggondoskodik a tehénhez.
és Isten mondta az illetőhöz, hát nem tudom, hogy én elmegyek, de amikor elmegyek, akkor el kellene, hogy te kétszer naponta kellene tenned megfelelni, és pont éjjel, amikor visszajövök, akkor már nem jó. Hát persze, hogy kell valaki, házasságára kell egy feleséget, majd a feleség megfelelje a tejet, a tehenet, és akkor amire visszajössz, és akkor megyek oda a tehenet, igen, akkor már lesz a tej, és akkor tudsz inni tejet. Akkor megmondom, tehát akkor is ez egy jó ötlet, akkor találok egy feleséget, akkor nekem van egy lányom, és akkor, hát, és akkor megházasodtál, és akkor volt szép ceremónia, és akkor volt a feleség, és Nárdon elment, és visszajött, és ugye akkor még persze volt a tüzelőfa, és a tüzelőfát meg elcserélte a fűre, és akkor a fű visszahozta a tehénet, és akkor volt tej, a feleségnek kellett többet elvenni, mint csak tej, hozza meg a fűt. Neked megfelel a tej, de nekem kell több, mint tej. És persze nem csak kell több, mint tej, és nekem hol fogunk élni? Kell egy ház. Szóval köszönöm az életet, és lehet, hogy most nekem így akartam tejet, aztán el kell nekem dolgozni. Arra, hogy kapjak egy tehenet, arra, hogy kapom egy tehenet, inkább egy feleség. Most megvan a feleség, a feleségnek meg kell egy ház. És kell valami, és akkor ő, neki nem elég csak a tej, nekem elég, de ő akar több dolgot enni. És akkor mi van? Hát nézd, most hozod ezeket a kis csomagfákat, neked fog kelleni több fát gyűjteni. Jó, de hát csak annyi fát tudok felvenni, hát ennek van egy nagyon könnyű megoldás, hogy te mész, menjél be, mint partnerbe valaki másba, aki kiviszi, ő neki adod egy 100%-ot a fának, amit ő hold, így több fa lesz, amikor neked így lesz több fa, akkor meg abból a pénzből összegyűjtöd, és abból tudsz építeni egy házat, egy kis kunyhót, és a másik, hogy akkor meg máshol az ötséget tudod feleséget vásárolni. Tehát persze az illetőnek meg voltak ismerősei, meg aki mert akkor mellem minden egy partnerbe, és akkor ketten mentek ki, és persze arra, hogy elég gyorsan, akkor nem csak ketten, hanem inkább hárman, négyen, és akkor Nárdoni gyűjtött fát, és azok, akik gyűjtöttek vele fát, akkor a lőknek a felét megkapták annak, és a másik fele ment Nárdoninak. És akkor volt a ház, és akkor érte meg volt a ház, és akkor meg volt a tehén, és neki meg volt a tej. És akkor így jól mentek egy időig egy dolgok, addig amíg bejelentette a feleséget, hogy hát én házasodtunk, nem kell a gyerekek. És ha lesz hosszú az omásán. Számoljátok ki, hogy hány éves vagytok. Már hosszú. Szóval aztán ugye volt a ház, ami végre történt, hogy volt a ház, a feleség, voltak a gyerekek, 3-4 gyerek, persze akkor nagy lett már a cég, akkor már 20-an gyűjtöttek. Egyszer, ugye egyik okos ember közöttük rájött, hogy miért gyűjtjük mi mindezt a fát, és csak a felét kapjuk meg. Ide bejövünk, pisztünk, csak nem magunk gyűjteni. Szóval röviden akkor Nárdoni meg csődbe ment. És akkor itt volt neki a síró, 6 síró gyereke, a panaszkodó feleség, és persze arra, hogy a tehén tudjon adni több tejet, akkor kell több tehén, és akkor volt már egy egész csorda, és akkor ön, mert kellett neki, akkor ő maga, mindenki más elkezdte az üzletet önmaga, és akkor nagyon mélyen kezdett már neki bemenni a csongokba, ugye, gyűjteni a fát, nagyon veszélyes volt, hogy már tigrisek is kergették, és más rabló. És aztán egy nap jött meg az eső évszak, és kezdett esni. És Nárdoni meg akkor ott ült az erdőbe, és szakadt az eső, és ott jött fel a víz,
és minden dolog csak úgy felragadt a víz, és akkor már majdnem olyan szintre volt, hogy megment fel egy kis dombra, de csak jött fel a víz, és már mindig mondja, tehát én a terükkel mutatnék a faluval, a teherimmel, a feleségkel, a gyerekekkel, a házzal, vége van az üzletnek, és akkor a teljes kárcs, hogy jön fel a víz, és aztán vége volt. Minden eltűnt, eltűnt az eső, eltűnt a falu, eltűnt az illetők, eltűntek a teherek, a feleség, a gyerekek, minden más. És akkor csak Krisztán maradt, és akkor mondta Márdonon, neki ilyen a mája, ez a mája. Ez az illúzió. Szóval, és akkor Márdonon mondta, hogy oké, ezt megértettem. Szóval ebben ele kezdődik, illúzióval kezdődik, hogy nekünk van egy vágy, és az a vágy, hogy mi akarunk valamit, ami külön Krisnától. Krisna Bahimukka, honnan fogok jobban csakarni. És ebből az a kis vágyból, még csak egy ilyen kis dolgon akarok egy pohár tejet, abból van Magyarország. És ez a világ. És New York, és minden más. Nevéke mit csinálnak emberek? Esznek? Lehet, hogy kapnak tejet, de most már le is mondanak a tejről, meg gondolják, hogy nem egészséges. Vagy valami burgert, inkább megkeszik a tehene, mint a tejet. És akkor aludnak, és aztán jön az árvíz, valahogy valami, vagy valami háború, vagy öregkor, betegség, valami, és meghalnak. És mi történt? Végre semmi. Csak küzdünk, ugye, valami vállalkozást elkezdtünk, gyűjteni fát, vagy valamit kitaláltunk, és annak is vége, és aztán az egésznek vége van. Szóval, és mi értünk el ebben, hát csak, hogy mindezek a más kötelességek, amik úgy nőtek rajtunk, amik gondolunk, hogy nagyon fontos, és úgy néz ki, hogy hihetetlenül fontos, de amikor aztán jön az árvíz, és minden el van mosva, akkor látjuk, hogy hát igazából nem fontos, csak már túl késő. És akkor megint kezdődik. Punarjanma, és akkor megint kezdődik a következő élet, és azért, mert elfelejtettük, hogy mi történt a múltban, akkor megint elkezdünk. Szóval így a védikus szentírás elkezdődik ebben a felszólítással, hogy tamaszéma a gyótigama, hogy most igazából nekünk a kötelességünk, a lehetőségünk az, hogy mint emberek kilépni ebből az illúzióból, ami azt jelenti, hogy próbálunk teljesíteni valami vágyakat. Hihetetlenül nagyon nagy munka van emögött, nagyon nagy csalódás van. Csalódunk emberekbe, csalódunk önmagunkba, csalódunk a világba. Sok szenvedés van. Valami nagyon kis örömér az, hogy megígyem ezt a pohár tejet, vagy ugye az, hogy akkor oké, itt van, és akkor kapok menedéket ebben a művel, itt van a feleségem, vagy hogy ugye élvezem, hogy a kis gyerekek kikigálják, addig, amíg beszélnek, aztán amikor már tudnak beszélni, azt mondják, hogy menj a fenébe. Addig nagyon jó. És tele van az élet csalódással, de folytatjuk. Szóval, és ez ami az illúzió. Szóval ebből az illúzióból kijönni, és igazából felébredni, hogy nem igazából van egy valóság. És mi az a valóság? A valóság az, hogy mi Krisnának az örök szolgái vagyunk, és hogy
mind a dzsungolban, mi itt el vagyunk veszve, ebbe az erdőben, mi el vagyunk veszve ebbe az illúzióba, ami úgy van írva, hogy szamszára állnál a videók. És most van nekünk az a lehetőség, hogy igazából látni, mint ahogy Nárdmuni, ő akarta látni, igen. Mi ez az illúzió? Hát ez az illúzió. És akkor, hogy ki lehet jönni az illúzióból. És ez az, ami a kapacitása nekünk, mint emberi élőlények, hogy nekünk van az a intelligencia, az a fejlett tudat, nekünk van ez a jósors, ez a kapacitás, hogy mi tudunk menedéket venni Krisnának a tanításaiba, és hogy igazából meg tudjuk oldani életnek a problémáját. Mert életnek a probléma nem az, hogy most egyet tejet, vagy hogy honnét szeret egy tehenet, vagy hogy építsek egy házat, vagy elkezdek egy féle céget. Látjuk, hogy ezt mindenki csinálja. Nem mindenki, hanem minden élővény csinál, valahogy megélnek. Szóval itt van ez a város, és itt vannak mondjuk galambok, őket senki nem tanította. De valahogy ők is megtanulnak, ők is megélnek. Ők is van kis családjuk, ők is vannak kis otthonuk, ők is valamit megesznek, tudják, hogy hova kell menni, mennek a parkba, a térbe, ott jönnek emberek, szólnak neki ennivalót, és ők is megélnek. És a végeredmény az, hogy akkor ők is meghalnak. De ők nem tudják még elképzelni is az, hogy ők illúzióban vannak. Ők azt hiszik, hogy az a valóság. Ez, hogy galamb vagyunk. Nem vagyunk galamb, lélek vagyunk. Krisnának az ő szolgái vagyunk. De az a kihívás, hogy tudunk-e szembeállni avval, hogy mi igazából illúzióban vagyunk. Szóval Nárda Muni nem volt tapasztalat, hogy mit jelent illúzióban lenni, azért ő akarta látni. Nekünk a másik irányba vagyunk, hogy mi állandóan ebben illúzióban vagyunk, és akkor ez a tamaszéma, ez adja nekünk a lehetőséget, hogy transzendentális tudás adja nekünk azt az információt, adja nekünk azt a tudást, amikor mi tudjuk igazából megérteni, hogy hát igen, ez az ördögkör, hogy ez a szamszára, hogy én csak itt vagyok ebbe a világban, hogy dolgozok, mindezek a vágyokat kergetem, meghalok, megint jövök vissza, és egymás után történnek ezek a dolgok, az teljesen fölösleges, hogy miért legyek egy ilyen helyzetbe, és hogy miért folytatjam ezt a dolgot. És arra ez ugye őszinte kell lenni, hogy ez igazából egy fölösleges dolog, és csak azért, mert a többség csinálja, az nem szükségesen jelenti, hogy az a helyes dolog. És nem helyes dolog. Csak azért, mert a többség illúzióban van, vagy a többség megbolondult, az nem szükséges, hogy nekünk is meg kell bolondulni. Szóval már nekünk van elég tapasztalat, mindenféle mass-hisztéria. Tömeghisztéria. Tömeghisztériában, ugye. Vannak, amikor elég országok megőrülnek egy ember miatt, nem? Világában, Olaszországban volt egy Mussolini, Németországban volt egy Hitler, szóval, és aztán minden országnak többé-kevésbé vannak a saját ilyen, és akkor mindenféle hihetetlenül kegyetlen, ostoba, féle dolgot csinálnak, és csak azért, mert a többség csinálta, akkor az helyes út. Na, aztán később kiderül, hogy nem. De hasonlóan erre nem szükséges, hogy valaki nagy diplomát kapjon, vagy nagyon okos legyen arra, hogy látni, hogy életnek szükséges, hogy valami igazi értelme legyen. Mert ez a dolog,
hogy csak így átlélni ezt az életet, amit Nárda Muni átél, csak arra, hogy meghalni, akkor ez igazából értelmetlen. És akkor igen, van ez az értelme, és ez az értelme, ez pont ez a dolog, hogy visszanyerni, ami eredeti, illúziómentes tudatunkat. Szóval, ilyen. Biztos hallottatok ilyen dologról. Nekem van szokás, amikor embereknek van valami rossz szokás. Én mondjuk azok, akik kábító szeresek, és van nagyon, nagyon komoly szerre vannak rászokva, és akkor lemondani a szerről az nem egy könnyű dolog. Ugye? És igazából csak akkor kezdődik a lehetőség, hogy valaki lemond a kábítószerről, amikor elfogadja, hogy nekem van egy problémám. Mert addig, amíg azt mondják, hogy nekem nincs egy problémám, vagy egy alkoholista, ugye, itt is van, alkoholikus. Most mindenhol van a világon. Szóval addig, amíg egy alkoholista elfogadja, nekem van egy probléma, addig nem tudom segíteni. Hasonlóan, ugye, hogyha valakinek van pszichológiai probléma, valamiféle ügyei vannak embereknek a világban, de a pszichológus nem tudja őt segíteni, addig, amíg odajön és azt mondja, nekem van egy probléma. Addig, amíg azt gondolja, minden jó, nem tud segíteni. Nem tud segíteni az alkoholistán, nem tud segíteni a kábítószerezőn, nem tud segíteni a szkizofrénen. Ha nem lehet segíteni, addig, amíg eljövünk arra a pontra, hogy nekem van egy problémám, nekem kell segítség. És ebben kezdődik igazából a civilizált élet. Sanatan Goswami, itt ez a hat figura, akit látok, egyik közöttük, a jobb, hát nekünk a jobb oldalról, a harmadik. Sanatan Goswami, ő volt egyik tanítványa Ujjayi tanyának, aki az képen, középképen öt személynek a középsője. És amikor ő megközelítette Ujjayi tanyát, azt mondta, hogy ki vagyok én? Hogy azt mondja, hogy emberek gondolják, hogy én egy nagyon művelt ő igazából miniszterelnöke volt egyik államnak, Indiának. Szóval egy művelt ember, nem egy közönséges ember volt. És amikor megkülönte Chaitanya Mahaprabhu, azt mondja, hogy hát az országban mindenki azt gondolja, hogy én egy nagy ember vagyok, én egy fontos ember vagyok. De igazából én nem is tudom, hogy ki vagyok. Szóval Kéami, és nem tudom, hogy miért szenvedek itt ebben a világban. Értem, hogy szenvedek, de nem is tudom, hogy miért. Szóval én meghódolok előtted, és te légy szíves, tanítsál engem, mind ahogy Arjuna és a Bhagavad Gita-ban itt kezdődik, mondja, hogy Sishasthinam Shalimantam Kapalam. Na, én vagyok a tanítás. Én most szenvedek, légy szíves, te old meg nekem a problémát. Magyarázd meg, hogy pont ki vagyok. Miért szenvedek ebben a világban? Hogy tudom ezt a szenvedést, az állandó szenvedést megoldani? Mert mindig, amikor keresek egy megoldást a szenvedésnek, abból csak másik szenvedés lesz. Valami problémának a megoldás, mint több probléma jön. Szóval ez jelenti, amikor emberek valamennyire egy kicsit bölcs lesznek, egy kicsit őszinte lesznek, és amikor mi elfogadjuk, hogy nekem van egy problémám. És amikor elfogadjuk, hogy van egy probléma, és most a probléma, hogy hát nem a szer a probléma, vagy az alkohol, vagy a szkizofrénia, a probléma ez, hogy kérem, talán ki vagyok én? Én nem tudom, hogy ki vagyok. És amikor én tudom, és Chaitanya Mahaprabhu mondta, hogy Jivera Swarupo Nityaya Krishna Das, hogy te Krisnának a szolgája vagy. Jó, akkor, hogy én szól Krisnának a szolgálok, akkor most mi az én kötelességem? Mit csináljak? És
ahogy akkor gyengültem a kérte, hogy ez az eszencia az, hogyha én szolga vagyok, akkor nekünk meg kell kérdezni a mestertől, mit akarsz tőle. Mi az én fő feladatom? És a fő feladatom az, hogy én, amíg élek ebben a világban, visszanyerjem az én eredeti Krishna tudatomat. Itt a Siddha Krishna Prema Sadhya Karuna, hogy ez a Krishna tudat, ez mindenkiben benne van. Az a tudat az, Krishna tudat azt jelenti, hogy én nekem igazából nincs más kötelességem, mint csak elégedetté tenni Isten. Nekem nem a kötelességem, hogy legyen tej, ez nem jelenti, hogy nem kell embereknek enni, de hogy nem ez életnek a cél. Nekem nem a kötelesség az én munkahelyemhez, én feleségemhez, és a gyerekemhez, és aztán meg terjed az én országomhoz, az emberiséghez, ehhez a világhoz, másféle dolgokhoz, hanem nekem az igazi felelősségem az, hogy én elégedetté tegyem Istent. És hogy tudom elégedetté tenni? Elégedetté tenni, csinálom, amikor én igazából megértem és visszanyerem az én eredeti lelki azonosságomat. Ami nem egy kis dolog, nem egy dolog, ami most csak hitről van szó. Szóval ugye mostanában, amikor mondjuk találkozunk valakivel, aki vallásos, akkor azt mondja, én is hiszek Istenbe. De amit Nárda Muni azt mondja, én is hiszek tejbe. Jó, valaki hiszik tejbe, de abból még nem lesz ennivaló, csak azért, hogy hiszek. A hit a szükséges, de az csak egy lépés. Az csak egy lépés, egy folyamat, és ez a folyamat az egy nagyon részletes folyamat, aminek vannak több lépése. Mint hogyha akarunk, hát most lefelé jöttünk, de hogyha akarunk fölfelé menni, 10. emeletre valahol, és megyünk lépcsőkön, akkor elképzelhető, hogy mennyi lépcsőn, több száz lépcsőn fogunk felmenni. Szóval hasonlóan, hogyha még magasabbra akarunk, 10. emeletre, és nem a 10. emeleten ér, szóval magasabban ér, mint a 10. emelet, hogy fogunk oda felmenni? Nem csak arról van szó, hogy én hiszek, hogy vannak lépcsők, az jó, hogy hiszem, hogy vannak lépcsők, de te még itten most a pincében vagy. De hogy fogsz a pincéből fölfelé menni? A hit az nem elég. Kell akkor valamit csinálni. A dolg sorra. Szóval van ez a sorra, van ez a hit. És ez a hit ebben kezdődik, ugye, hogy igen. Én szembe látok abban a dologgal, hogy én nem vagyok veszve, hogy én nem tudom igazából, hogy ki vagyok, és hogy Krisnának van a válasza erre a kérdésre, hogy én mi vagyok, és ő meg tudja oldani azokat a szenvedéseket, amikről én most itt szenvedek erre a világban. Amikor ez nincs, akkor erre szükséges arra, hogy ugye menjünk előre. De amikor én meg vagyok győzve, hogy Simát Bhagavad Gita-ba, Simát Bhagavatamba, itt vannak életnek a válaszai, mindazokra a problémákra, és ezt megoldja, akkor kell valamit csinálni. Ugye, itt van egy matematikai könyv, és ez a matematikai könyv, hát nem ilyen az nagy lesz, de matematikai könyv, azért nagy, ha minden matematikáról, akkor nagyon sok, az egész könyvtár. De nem elég, hogy én hiszem, jó, itt van ez, és ebből meg lehet tanulni minden, ami matematika. Hát jó, de akkor tanulj meg. És matematikus lenni, az nem történik 2 perc alatt. És biztos, hogy nem abból történik, hogy csak hiszek a számokban. Szóval többet kell csinálni, hogy hiszek számokban. Ahogy akkor kell ezt komolyan megtanulni. Szóval ugyanúgy megtanulni az, akkor van hit, szádu szanga, és van itt, kitől fogok tanulni? Szádu. Szádu jelenti, hogy szádu, vajsnak. Azok, akik már tudnak. A
mostani az oktatásrendszer nem igazából olyan, de a korábbi olyan volt, és a mondjuk védikus rendszer az olyan, ugye most, hogyha mész iskolába, ahová mész, akkor van egy tanár, és vannak diákok. De egy másik rendszer az, hogy van egy tanár, aki tanít diákokat, és mondjuk, amikor egy faluba ugye van 500 gyerek, és van egy tanár, akkor egy tanár nem tud 500 gyereket tanítani, hanem ugye a legidősebb 10 gyerek, ő belőlük lesznek, őket tanítja a tanár, ők tanítják alattul levőket, ők tanítanak másokat, és akkor így mindenki tanul. Így van egy beosztott rendszer. Ugyanúgy, mint a katonaságban. Ugye van egy hadsereg vezér, ő nem kommunikál mindegyik katonához közvetlenül, hanem neki is van egy beosztott rendszer. Szóval Edus Szádus Sangha, Szádus Sangha jelenti, hogy jó, akkor nekem kell társulni azokkal, akik többet tudnak, mint én, akik társulnak azokkal, akik többet tudnak, mint ők, akik társulnak többen, amik többet tudnak, mint ők, és akkor így évan paramparaparattam. És amikor kapok információt, ugye, arról, hogy igazából kezdek szisztematikusan megérteni, hogy mi a léleknek a tudománya, mit jelent lélek. Mi ez a csodálatos dolog, ez a láthatatlan dolog, ami most bennem van, amiben mozdul a kezem, amiben én beszélek, amit nem látok, de itt van. És hogyha véletlenül ebben a másodpercben meghalok, akkor itt fog ülni a testem, én már most már nem fogok mozdulni, nem fogok beszélni, és valami kilépett ebből a testből, valami láthatatlan dolog, aminek olyan nagy potenciál és energiája van, hogy tudja ezt a testet mozdítani, és annyi másféle a kapacitás van, házakat tud építeni is. Hát tudjátok minden mástól. Mi ez a lélek? Ugye? És hogy van ez a, hogy ez a lélek most ebben az illúzióban van, hogy mi azt hiszik, hogy mi ez a test vagyunk. Na most ez a test, ez nem nagyon szép dolog. Ugye ezt mindenki tudja, hogy milyen dolgokat termel ez a test, milyenféle nehézségen át kell menni, csak fenntartani ezt a testet, mi van benne ebben a testben. Szóval most itt van, hogy be van fedve ez a bőr, és most ki tudunk menni, és akkor süt a nap, és akkor szépen kapunk, mi az a szantány? Barulás. De ami benne van, azt a sebészek bírják, de az általános emberek nem. Szóval hogy mi el tudunk fogadni egy ilyenféle dolgot, és gondolni, hogy ez most egy jó dolog, ez egy szép dolog. Miért vagyunk ebbe az illúzióban? És hogy tudunk kimenni ebből az illúzióból, amiből vagyunk? Ezt kell tanulni. Ennek van egy szádu szambé. Ezt csak tudjuk tanulni, a Bhagavad Gita-ban Krisna megmagyarázza, hogy mi a konstrukciója ennek a világnak. És hogy lehet ebből a világból kimenni? Hogyha itt most be lenne zárva az ajtó, vagy legalább be lenne csukva az ajtó, és hogyha mi mondjuk be van zárva az ajtó, és itt születnek élőlények, akkor hogy fog tudni, hogy kell kimenni? Hogyha sosem nem mentél ki az ajtóból, hanem itt születtél ebben a szobában, itt éltél ebben a szobában, akkor honnét tudod, hogy kell fordítani ezt a kincset, és arra, hogy kimenni? Ezt meg kell tanulni. Ezt meg kell tanulni valaki mástól. És aztán persze még a kérdés az, hogy van nekünk az a kapacitás. Szóval ez úgy van hírva, hogy ugyanakkor bhajana kriya. De nekünk szükséges, hogy kell változni a mi állapotunkon, és az állapot
az jó, igazából úgy van hívva, hogy tudat. Mert az a tudat az, ami meggyőzi, hogy mi igazából mi érzünk ezt a testi azonosságunk, és mennyire nekünk ez a realitás, lehet, hogy beszélünk illúzióról, de nem erős ez az azonosság, hogy én ez a test vagyok. Érzünk, ugye? Mert mi most valamit ülünk, és akkor lehet, hogy amíg van párna, de még mindig van fájdalom és kényelmetlen, és annyiféle más ösztönés van, annyiféle más dolgok mennek át az elménken, és ugye kint az utcán, itt van egy egész város, és egy egész világ, és ennek egy hihetetlenül nagy benyomás van rajtunk, és ennek egy nagy, nagyon erősíti bennünk ezt a dolgot, hogy hát ez igazából úgy érez, mint ez valóság. De Krisna mondja Nászatét, hogy de ez nem valóság, ez illúzió. De hogy tudunk ezen átlátni? Ezen igazából átlátni csak egyszer tudunk, hogyha valahogy másképp látunk dolgokat. Szóval látjuk, hogy embereknek a perspektívja nagyon meghatároz, hogy mi jó, mi rossz. Egyik dolog, mondjuk most amellett, hogy mi a vita róla, hogy 100 évvel senki ebben a világban nem gondolt volna, hogy 2 férfi házasodjon. Most igen. Még Magyarországon nem. De máshol már igen. Szóval most jó-rossz, ez egy másik téma, de miért az, hogy most ez már egy természetes dolog nagy sok országba, Európába, és fog terjedni. És Amerikába, Észak-Amerikába, máshol is. Hogy lett volt az, hogy valami 100 éve elképzelhetetlen volt, és most kezd nagyon természetes lenni. Csak mert emberek másképp gondolkodni. Most, hogy ez jó vagy rossz, az részlet a dolog az, hogy ahogy látunk dolgokat, akkor valami, ami tilos volt, és voltak sok emberek, nem hogy börtönben lettek volt, hanem meg voltak ölve 100 éve, mert homoszexuálisok voltak. Most ilyen dolgok már nem csinálnak emberek. Miért? Mert másképp gondolkodik. Szóval a mi tudatunk, ahogy látunk dolgokat, nagyon befolyásolja nekünk, hogy mi jó és mi rossz. És hogy viszonyulunk dolgokkal. Szóval most az, hogy mi látjuk és tapasztaljuk ezt a testi azonosság, a valóságot a világ körülöttünk, ez is egy tudatállapot. És az a tudatállapot, ez úgy van hívva, hogy mind. Hogy másképp látunk dolgokat, mint ahogy igazából létezik. Ahogy létezik a dolog, és amit tapasztalunk, ez igazából nem a valóság. És ez úgy van, hogy Mája, nem az. Nem az, amit gondolod, hogy az. Mindez a test. Ugye? Erről már többször hallottatok, szóval csak úgy röviden ismétem, hogy Bhagavad Gita-ban első dolog Krisna mondja Arjunának, te nem ez a test vagy, mert a tested változik, és te nem változol, és akkor ez csak ilyen könnyű dolog, akkor nem lehetsz ez a test. De az, hogy gondolod, hogy ez a test, vagy ez Mája. És minden más, ami kiterjed ebből a testből, ez a család, ez az ország, ez a világ, ez az univerzum, és mindezek a másik dolgok, ez is más, mint ahogy látod, de meg kell változni a tudatodon. És akkor Krisna tudat erről van szó, hogy tudunk mi másképp látni dolgokat. Szóval ez nem egy dolog, ami történik csak hitből. Hitből nem változik a mi tudatunk. Hanem a tudat arra, hogy a tudatot változunk, hogy másképp látunk dolgokat, mint ezekből a példákból, nem csak anyagi példa, de látjuk, hogy embereknek a tudatja változik, másképp látnak dolgokat. Ami tilos, az most törvény. Aztán ami törvény,
az már stílus. Szóval dolgok teljesen megváltoznak, és akkor, hogyha mi el tudjuk fogadni ezt a dolgot, hogy igen, én nekem van egy probléma, én illúzióban vagyok, akkor nekem kell tisztítani a tudatomat, nekem kell változni a tudatom. Nem használom ezt a kifejezést, hogy tisztítani, mert ezt mondja úgy Csaitanya, Csaitanya, akkor ma már csinálom. Szóval kell a mi tudatunkat tisztítani. De ez nem egy kis dolog. Nem egy kis dolog azért, mert a szokás az nagyon-nagyon mély. Ugye? Szóval vannak, amikor, hogyha valaki egy nagyon, szóval, hát valaki alkoholista, az azt jelenti, egyik dolog, hogyha mondjuk ugye valaki egyszer-egyszer iszik, és akkor őt meggyőznek, tehát ez nem egészséges, nem jó példa, és hazadod a pénzedet. Oké, hát akkor ez egy szokás, amiről lemondom. De alkoholista az egy másik dolog. Alkoholista valaki, aki már nem tud ettől élni, ugye, ez az ő élete, és ő neki ugye a berúgott állapot, ez a természet, ez a világja. Ő csak akkor érzi magát, amikor teljesen el van mámorítva. És egy alkoholista azért nem lehet csak mondani neki, hogy rakd le, nem, nincsenek képes arra. Azért szükséges ez az AA, anonymous, az is. Anonym alkoholista. Anonym alkoholista. Szóval azért van szükséges, hogy szükséges egy egész rendszer, egy egész tanfolyam, másféle dolgok, és sokszor ugye vallásra az, amit még ez az AA bátorít, mert szükséges, hogy legyen valami parandistva, hogy Krisna mondja, legyen, hogy emberek kapjanak egyféle más íz, de lemondani nagyon nehéz. És egyedül nem tudják megcsinálni. Csak csoportba tudják csinálni. Mert úgy támogatják egymást, és egymástól kapnak erőt. Szóval nekünk is ez nagyon-nagyon mélyen megy be ez a féle illúzió, hogy mi ez a test vagyunk, és amit mi látunk körülöttünk, hogy ez az igazi valóság. Amikor persze használom ezt a szót illúzió, nem azt jelenti, hogy nem létezik, nem egy olyanféle illúzió. Csak illúzió az, hogy nem az, ami otthonunk, nem ez a mi dolgunk, nem ez, amit nekünk igazából itt kellene csinálni. Ez jelenti, hogy illúzió. Szóval ugyanúgy, mint börtön. Ugyanaki, amikor egy bűnös ül a börtönbe, és kényelmesen érzi magát, akkor ő illúzióban van, és akkor az egy illúzió, hogy azt hiszi, hogy ez az én otthonom. Szóval a börtön létezik, nem úgy nem létezik, másképp akkor át tudna sétálni a fal. De olyan, az nincs, nem olyanféle illúzió, hanem az a félreértés, hogy ez a megfelelő hely, és ez az én megfelelő helyzetem, hogy én most itt vagyok, mint bűnös. Nem kell dolgozni? Kényelmes. Adnak enni? Itt van egy hely, na, mindennek vannak, ami úgy néz ki, mint elő. De hát végre börtönben van, szóval aki börtönben van, akkor ugye, szembe kell állni a dologgal, hogy nem én most a rossz helyen vagyok, és nekem mindig kell menni. Szóval ezt már korábban említettem. De ez a dolog, hogy leszokni erről, a mámorított, erről az alkoholizmusról, erről a szertartásról, ez nem egy könnyű dolog. Erre komolyan rá kell magunkat szállni, és akkor bhajana kriya. Szükséges ez a bhajan, az jelenti, hogy akkor énekelni Krisnának a szent nevét. Ez az, ami kezd minket lassan felébreszteni. Gyakorolni azokat az a féle életmód, ami lehet, hogy idegen nekünk, de ugye ez a dolog, hogy koránkelés, szertartás, énekelni Krisna nevét, tanulmányozni a Szentírást. Miért? Miért tanulmányozunk a Szentírást, hogy mi tudjuk, hogy csak hogy jobban ismerjük, hogy győződjük, hogy Krisna Isten. De a másik dolog, hogy értjük, hogy hol vagyunk, hogy értjük a fontosságát, és ennek a helyzetnek, amiben vagyunk, hogy börtönben vagyunk, vagy vagyunk egy teljesen
lámolított helyzetbe, és hogy ugye a világ nem úgy olyan, mint ahogy egy részeges ember elképzeli, hanem másképp a világ is más célja van. Szóval ez a dolog, ez egy nagyon erről szól az élet. Ezért van nekünk 60 év, 70 év, 80 év, 100 év, nagyon sikeres. Ugye? Erre van, de eddig tart igazából leszokni arról a szokásokról, amikről mi megszoktunk, és igazából kijönni ebből az illúzióból, és igazából látni, hogy nem, én nem vagyok ez a test, semmi nem az enyém, minden Krisnáé, én az ő eszköze vagyok, nekem itt a dolgom, csak egy dolog, hogy hogy tudok innét ebből a világból felszabadulni, és visszamenni az én eredeti otthonomba. És ez nem csak hitten függ, ez nem egy részidős. Nem egy részidős munka, ez nem egy levelező egyetem, és a levelezősen át lehet megcsinálni. Erről szól az élet. Erre van adva az élet. És nem is garantált, hogy nekünk van 60-70 év, mert tudjuk, hogy vannak csak emberek, akik csak nekünk van 20-30 év. Látjuk, hogy a történetünk embereknek az életünkkel. Szóval ez a helyzet, hogy nagyon komolyan kell venni, mert nem egy kis dolog. Ez nem egy kicsi dolog megoldani mindezeket a problémákat, és leszokni azokról a szokásokról, ami annyira mélyen mennek be, hogy mi nem látjuk Istent. Ez egy probléma. De mindenhol van. Szóval most, hogyha ugye én nem látom ezt a padlót, és mondjuk részek ember sem látna a padlót, én nem látom ezt a padlót, de a padló itt van. De akkor azt mondod, hát nekem van valami probléma. De miért látsz padlót? Nem látod, hogy itt van Isten? Isten mindenben van. Mindenhol van. Semmi nem létezik. Szóval addig, amíg nem látod, a Krisna mondja, jó van passati szarvatra, addig, amíg nem látod, hogy Krisna mindenhol van, addig illúzióban vagy. Mert ez nem egy padló. Ez Istennek az energiája, és őt lehet látni mindenhol, ahol az energiája van, és persze a energiája mindenhol van. Szóval milyen mélyen vagyunk, ugye, abban az időben olyan mélyen vagyunk, hogy mi ilyenféle dolgokat látunk. Mi épületeket látunk, és padlókat látunk, és testeket látunk, és minden másféle dolgokat látunk, mert nagyon mély nekünk ez a szokás, mert nagyon régen. A nádil karma fali. Már majdnem végtelen nekünk ez a kaland ebben az anyagi világban. Szóval nagyon régen valaki egy alkoholista, mennyit lehet? Hát 20-30-40-50 év, de nekünk nem 20-30-40-50 évről van szó, hanem nekünk 100 és 1000 és milliárd életekről van szó, az egy nagyon mély szokás lemondani. Ez nem egy könnyű dolog, de az egy komoly dolog, és arra bátor kell lenni. Szóval amikor az alkoholista az akkor vagy akinek valami pszichológiai probléma van, azt mondja, hogy nekem kell segítség, akkor akihez megközelít, fogja mondani, hogy hát jó, de tudod, ez nem ez egy könnyű dolog. Ez most, hogyha erre akarod csinálni, erre szigorú, és akkor oda mennek az AA-hez, és azt mondja, hát jó, de ezek a szabályok. Ugye? És azt mondja, akkor nekem most nem lehet inni, amikor iszol, akkor szóval vannak nagyon szigorú elvek, amik akkor ott ki kell abba tartani, és akkor lassan visszajön az az eredeti íz, mert a természetünk nem, hogy részeget legyünk. Ez egy mesterséges helyzet.
amikor végre lemondunk arról, nagyon, hogy akkor tudunk a természetes élethez visszajönni. És amikor visszajövünk ahhoz a természetes helyzethez, akkor egyértelmű lesz, hogy stáva, dzsangama, dékina, déketal, oszput. Szóval, hogy mindenki, valaki, aki nincs illúzióban, ő akkor fogja látni, hogy hát igen, Krisna mindenhol van. Krisna mindenhol van. És nem fog semmit látni, hogy ez most az enyémé, hanem tudom, hogy minden Istené. És akkor tudom magamat lefoglalni úgy Istennek a szolgálatával, hogy ő közvetlenül kommunikál nekem, és megmondja, hogy miért meg vagyok kapcsolatban. Szóval itt vagyunk Istennek a teremtésébe, az ő házába. Ez olyan, mintha átjössz az én házamba, nincs házam, de mondjuk, hogyha van egy házam, bejössz a házamba, én ott vagyok, és akkor elkezdesz konyhába főzni, leülni, televíziót nézni, hát úgy csinálni a televízió a házamba, szórakozni, ezt csinálni, és én csak ott vagyok, és minthogyha, hát nem csinálok, tehát mit mondasz, mit csinálsz itt? És mint teljesen a hanyagolni, ignore. Figyelmen kívül hagyni. Igen, figyelmen kívül hagyni, hogy itt vagyok, és mint hogyha, és nem is látsz. Van itt valaki, nem látszik itt semmi. Hát ez a te házad. Aztán, hogy kié? Kié más? Én vagyok itt, nincs itt senki más. De ott van valaki más. Szóval ugyanígy, itt van valaki más, és nem baj, hogy hova megyünk. Mindenhol megyünk, ő ott van. De úgy viselkedünk, mintha ez az enyém, és ő nem létezik. Szóval felébredni, ezen változni a mi tudatunkon arra a szintre, és akkor egyértelmű lesz, mert jó napra se viszalmat rá, akkor mindenhol látható, ugye, Isten. Szóval ez egy nagyon komoly feladat, amilyen komoly feladat, nem tudom, egy atomikus fizikus lenni, és próbálni megérteni, hogy Krisnának a teremtésének a legkisebb része, és hogy mi nem értek a legkisebb részről, nem tudom teljesen megérteni, hogy ez hogy működik. Szóval akkor milyen komoly dolog próbálni megérteni az, aki teremti az atomokat, és nem csak atomokat teremt, az még a legkisebb dolog, amit teremt. Szóval ez nem egy... Ez nem csak abból függ, hogy ó, igen, én hiszek benne. Az jó, hogy hiszel benne, de az még nem tudod, amit fogsz tőle tudni. Vagy valamit fogjuk tudni, hogy fogjuk megoldani azt a helyzetet, hogy mi itt illúzióban vagyunk, vagy mi itt ebbe a börtönben vagyunk, és hogy megtaláljuk az utat ki, vagy ki tudjuk nyitni a kaput, kimenni ebből a világból, és hogy igazából elismerni a dolgot, hogy mi elvesztünk, és teljesen eltévedtünk, mi eljöttünk ebbe a világba, pont azért, mert mi akartunk egy pohár tejet. Hát más dolgot is akartunk, a dolgok az, hogy mi akartunk valamit, ami adja nekünk a lehetőséget, hogy függetlenül éljünk Istentől. Hát több mondhatni való lenne, de inkább köszönöm, hogy már nem egy óráig ilyen türelmesen hallgattatok. De inkább, hogyha nektek van valamilyen kérdés, és erről a témáról, ami az volt, hogy próbáljátok ezt igazából nagyon komolyan venni, ez életszakma, Krisna tudat, és nem is Krisna mondja, bahanam jannam elmondi. És valamikor több, mint egy életszakma. Azon függ, hogy közelíti meg valaki. Amikor valaki nem közelíti meg a jó úton, ami azt jelenti, hogy a vaisnavok, vagy a Krisna hívőknek a segítségén áll, akkor Krisna mondja, bahanam jannam, akkor meg sok életszakma. Arra fel elérni, hogy Vászudéva szarva mit, hogy Krisna minden és mindenhol van.
Krisnát úgy tudjuk ugye elégedetté tenni, hogy megértjük először ugye a Mahamantrát, elkezdjük ugye a szadonát, és ugye a legelső lépés akkor ugye a bakták szolgálata, és ugye így, így elérhetjük ugye Krisnát ugye a bakták szolgálata, és ugye a gurunak a szolgálata, és így folyamatosan. Az a legelső ugye a bakták szolgálata. Igen. Ugye a rendszeresség, akkor ugye a reggeli szadona, csapázás, illetve. Amire van szükség? Azt tapasztaltam, hogy mennyiben két nap azelőtt igazából így sikerült elmélyíteni a reggeli szadonát, és teljesen máshogy alakultak, jól alakultak a dolgok, mert most így sikerült egy oltárt végre beszerezni, és így gyalakul, hogy ezen jobban alakulnak a dolgok, hogy így megvan már egy kezdet kis rendszerességnek lenni. Igen, szóval amikor tudod eleget szenved az alkoholista, és igazából már ugye volt egy, ki tudja, egy gróf volt, egy úriember, és most már csak a csatornában él a patkányokkal, és akkor amikor arra rájön, hogy azt mondja, hogy én most mindent megcsinálok, csak valahogy szedjetek ki ebből a helyzetből. Szóval ez mondja ugye így, amikor Krisna befejezi Bhagavad Gitát, azt mondja, hogy Mámékam Sarma, hogy csak Arjuna ebben kezdi, hogy most csak mondom, mit kell csinálnom, és megcsinálom. Szóval és valakinek igazából többé-kevésbé mindent kell hajlandó, mert látja, hogy én magammal nem tudok segíteni, mert hát ez a végeredmény, hogy én magamon segítek, hogy itt vagyok. Szóval ez a saját magunkon segítünk, hogy itt vagyunk ebben a világon. És itt szenvedünk. Megint. Ez nem működik, ez csak akkor működik, amikor mi kapunk a maga parangus segítséget. Nekem egy kicsit, Hare Krishna, nekem egy kicsit eltérő kérdésem van. Azt szeretném megkérdezni, hogy a mindennapi életben lélekként hogyan lehet kezelni olyan szituációkat, amikor valaki testként kezel minket? Amikor? Valaki testként tekint rá, amikor testként kezel minket. Hát mindig testként tekintenek ránk, és mi is önmagunkra is tekintünk, mint test. A viszony emberekkel a világban azt próbáljuk igazából csinálni, mint egyféle kötelesség, egy funkcionális kapcsolat, egy semleges kapcsolat, ami az, hogy ők ne befolyásoljanak minket, mert az, hogy mások viszonyulnak velünk, az azt jelenti, hogy nekünk van egy hatása, egy befolyása rajtuk. Szóval amikor én dolgozok, vagy működök ebbe a világba, akkor működök azért, mert nekem kell csinálni valamit. Gyújtva ezt, én meg kell élni valamiféle cél, de ugyanakkor én nem azonosítom magamat abban a dolgokkal. Hogy mások viszonyulnak velem, az elkerülhetetlen, mert nem tudsz másokat befolyásolni, hogyha véletlenül nem kezdesz nekik magyarázni, hogy nem ez a test vagy, hanem lélek vagy. De másképp ők úgy fognak, csak a dolog az, hogy ahogy ők, hogy az ne folyásoljon engembe, az ne erősítje, és az azt jelenti, hogy nekem szükséges, hogy ahogy én élek a világba és viszonyulok másoknak, őnekik meg kell szokni, hogy nekem vannak határai, hogy én hogy viselkedek. Mind amikor valaki meghív ebédre, akkor egyértelmű, hogy jó, de én nem eszem, hogy te eszel. Én csak ezt teszek. Miért? Mert nekem ez az értékrend, és akkor már rögtön másképp kell nekik viszonyulni. Ugye, szóval amikor ők akarnak, hogy valaki ide, hát én nem iszok, miért nem iszok? Hát akkor emiatt nem iszok. Nekem van egy
egy más értékben. És én nem lépek be olyanféle dolgokba, ami erősíti, ó, hát menjünk el valami, nem tudom, színházba vagy moziba. Nem, én inkább nem, inkább akarok menni a kirtánba, a templomba. Hát miért nem néz meg a moziba? Azért, mert ez csak ad olyanféle benyomásokat, ami fogja erősíteni, hogy én lélek vagyok. Szóval ez igazából a legkönnyebb kommunikáció, amit mi tudunk adni másoknak, hogy mi élünk a saját értékrendünkön, és az az értékrend, hogy mi vagyunk lélek. Ami azt jelenti, hogy vannak határok, hogy mi meddig fogunk menni a mi kapcsolatunkkal velük. Akkor, hogyha valamilyen negatív élmény ér, akkor... Tessék? Hogyha valami negatív élmény ér, mondjuk egy számomra idegen embertől, vagy egy számomra akár közel álló embertől, akkor mondjam, hogy nem tudom, hogy nekem mik a határaim, és így nem viszem el bármilyen szituációt. Hát ezt úgy is csináljuk. Ugye, szóval valaki jön az utcán, és nem tudom, meg akar ütni, akkor rögtön mondom, hát ezt nem csinálhatom. Miért? Mert ez az én határaim, és mert én védem magam. Szóval, de nekünk nem csak fizikailag védjük magunkat, hanem én most akarjuk védeni a mi értékrendünket is, és akarjuk védni a mi azonosságunkat is. És akkor valaki ajánl nekünk valamiféle munkát, hát én ilyenféle munkát nem fogok elfogadni, vagy hát nem, én nem leszek rendes. Miért? Hát ez az én értékrendem. És akkor, és ez egyik dolog az idegenekkel, és aztán másik dolog azokkal, akik megismernek, az valamint kicsit nehezebb, akik megszoktak egyikféle életmódot, hogy most azon változunk, de Erről szól az élet, hogy emberek változnak, és akkor mi próbálunk az lenni, hogy egy érték és egy erkölcsi életmódot, és az a mi erkölcsrendünk, és ebben mi elvárjuk, hogy mások tiszteljék a mi értékünket. És mi van akkor, hogyha valaki ezt nem tisztel? Akkor, hát az kérdés, hogy mi az, miről van szó, de ugye a végállandás, hogy akkor abban ember akkor nem társul. Vagy próbálok kommunikálni, hogy te értékeljen, de miért leszek valakivel, aki nem tud engem tisztelni? Hát ez csak így a mindennapi életre értem. Elkerülhetetlen olyan szituációkkal szembesülni, amikor valaki nem tiszteli a másik értékrendjét. Hát a kérdés, hogy mi, amikor ez valami, hogy valaki mellett elmegyek az utcán, akkor az elkerülhetetlen. Amikor, hogy én kivel élek, akkor az már elkerülhető, mert azt már én határozom meg. Vagy hogy milyen munka, vagy másféle dolgok, akkor vannak a véletleni dolgok, és aztán vannak dolgok, amik meg tervszerűen tudunk megalapítani. Azokból tanulni. Hát meg kell tanulni, azokból nem kell tanulni, nekünk tisztában kell lenni, hogy mi az, amit mi akarunk csinálni életbe, hogy mi akarunk Krisna tudatos lenni, és milyenféle dolgokra van szükség arra, hogy azt elérjük. Szóval ez nem valami új, valaki akar zongorista lenni, akkor neki lesz egy sáv az életbe, és azokat a dolgokat el fogja fogadni, ami kedvező annak, és el fogja utasítani, ami más, mint hogyha valaki azt mondja, hogy akkor gyere, menjünk boxolni, azt mondja, bocsánat, én az ujjaimat nem használom boxolásra, mert akkor ezt kockáztatolatja az én zongora szakmámat. Szóval nem fog boxolni. És ugyanígy, de nekünk most egy másik féle képről van szó, itt nem zongoráról van szó, itt arról, hogy Krisna tudat, hogy mi akarunk kultiválni egy más életmódot. És akkor nekünk kell, meg kell nézni, hogy mi az, ami kedvező adnak, és mi az, ami meg nem, mi az, ami ellenséges. És akkor vagy teljesen elutasítani, ami elkezdő, vagy távol tartani tőle, és akkor az alapon építeni a szalmat.
miért nem mindenki a mi barátunk? Ha valaki, akivel nem tudok egybe látni, akkor vele nem barátkozunk, tehát. Szóval hasonló, ki kell dolgozni, és miért? Mert ez fontos. Mert hogyha túl sok kompromisszumot csinálok, akkor nem tudom elérni ezt a célt. Szóval mész boxolni, eltöröd az ujjadat, akkor nem lehet szomborista. Köszönöm. Hari Krisna, az a kérdés fogalmazódott meg, hogy a tehelytől eljutottunk a gyerekekig, házasságig, és ahhoz, hogy ez nem az, hogy ez maja, hogy belebonyolódik az ember. Tudnál-e arról tanítást adni, hogy kivétel-e, és ha igen, miért és hogyan a Vaisnava házasság, illetve családi kapcsolat? Maja hatása alól, és az élet célra szempontjából, igen. Igen. Mert van a korlátlan, hát nem csak a házasságról van szó, hanem annyiféle másik dolog, amit mi csinálunk. Van az, ami azok a féle korlátozott élet, amikor egy szabályozott élet, mint mondjuk a házasság, ami teljesíti azt a féle vágyat, azt a szükséget, hogy jó, én nekem legyen egy család, de amikor ez történik a Krisna tudatos állandó tanításba, akkor a végeredmény az lesz, hogy valaki igazából átlát, hogy ez nem az én családom, és hogy ez nem a legfontosabb dolog az életemnek, hanem látom, hogy ezek is csak mind Krisnának a szolgái, és őket szolgálom. Szóval mind, ugye, amikor valaki leszokik az alkoholról, arról beszéltünk, akkor lehet, hogy nem azt mondják, hogy egy napról a másikra, hanem azt mondják, hogy oké, de itt meg kell csökkenteni. És akkor 5 pohár, 3 pohár, 2 pohár, 1 pohár, naponta fél pohár. Legjobb teljesen lemondani, de a lemondás, a fizikai lemondás nem jelenti azt, hogy a vágy eltűnik, mert nem a tej volt a probléma, hanem a vágy volt a probléma. Szóval, hogy tisztítani a szívat, hogy a vágy a tejért, vagy a vágy a független életért nem bonyolít minket be ebbe a anyagi világba. És nem a család volt a probléma, hanem a vágy volt a probléma, ami egy teljesen bebonyolult valakit a világba. Szóval ugyanakkor valaki élhet családba, amikor neki nincsen vágy független lenni, és már igazából látja mindent is, mindenkit, mint Krisnának az eszköze. És úgy kezeli. Szóval kívülről másik dolog, és nem csak család, de annyi más dolgot csinálhat. Szóval itt van Arjuna, ő harcol. Általában harc, az nem egy olyanféle dolog, amit úgy jó évünk fogadunk el, most egy dolog, de ez ő harcol, de ő nem abból harcolt, hogy ő neki van valamiféle vágy, hogy ő ebben el akar érni, hogy ő most király lesz, vagy élvezni fog, hogy ilyen olyan dolog. És akkor az a harc, az jóga volt. Szóval az nem keverte őt be ebbe a világba. Szóval pont ezt megtanulni, hogy és ez vágytalan lenni, és igazából vágytalan azt jelenti, hogy vágyni azt, amit Krisna akar tőlünk, ez az, ami szigetel minket el, és véd minket minden illúziótól, ami van ebben a világban. De ahogy van nekünk a vágy független lenni, akkor már rögtön ragadunk. És akkor már rögtön lesz a tej, és a tehén, és ez, és az, és a következő, és a következő. Szóval ez a vágy, mi akarunk független lenni Istentől, ez csinálja ezt a komplikált
világot, ez a, ebből lesz a mája, ebből lesz az illúzió. És ugye, szóval mi a probléma? Az alkohol vagy a vágy inni? Amikor az alkoholista lemond a vágyról inni, akkor nincsen probléma. Amikor már eltűnik az a vágy, de addig, amíg van a vágy, addig mindig beszélben. Szóval hogy felszabadulni ettől a vágytól, ettől a függetlenségtől? Ki mondjuk, hogy én vagyok Krisnának a szolga, ez egy jó kifejezés. Ugyanúgy, mint alkoholista mondja, hogy hát igen, nekem nem kellene inni, és tudom, hogy nem jó dolog, de mindig iszom. Szóval amikor már eltűnik az a vágy, akkor meg igazából vagy szabad. Kiegészítettünk össze. Tehát, hogy akkor ezek a folyamatok segítik a vágy eltűnését. Tisztítik a szívet. Mert az eredeti vágy, ugye mi az, hogy én akarok tejet, mert én akarom élvezni a tejnek az ízét. Én akarok élvezni valamit. És az akarjuk azt táplálni engem. De az eredeti vágy az, hogy én akarom, hogy Krisnát szolgálni. Én akarom azt a ízet, Krisnának a szeretetét és Krisnának a szolgálatát. Szóval amikor az, amikor mi fordítjuk azt a vágyat önmagunk felé, akkor annyiféle más végtelen vágy van az önző vágy, amikor önmagunk. Szóval a vágytalan lenni, ezt jelent igazából, hogy nincs nekünk független vágyunk, nincs nekünk önző vágyunk, hanem igazából a vágyunk, hogyha elfogadjuk, hogy szolga, akkor szolgálnak csak egy vágya van, az, hogy hogy szolgálni a mestert. És az úgy természetesen hangzik, de az egy nehéz dolog elfogadni. És akkor most is. Akkor végre adjon a gondot, hogy jól azt csinálom, amit akarsz. Szóval a szolga az, hogy jó, amit akar tőlem, Krisna, ezt csinál. És akkor ez nem lehet magában, hogy azt a veszélyt, hogy akkor viszont megint csak egy boldogságra való vágy merül fel, tehát akkor az állam. Tehát megint egy újabb vágy merül fel arra, hogy egy tiszta boldogságra való vágy az, ami felcsillan a életben. És ez is, tehát mindig boldogságra vágyik a élet, csak ez egy másik útja tulajdonképpen. Ez már nem számít, akkor önzés, mert vágytalan nem lehetünk. Ez a természetünk. Csak rossz vágy. Szóval inni az természetes, de ideál vizet és tejet és narancslét, de ne ideál alkohol. Szerintem szóval mondani, hogy akkor is nem, oké, most már többet nem ihat semmit. Akkor nem fog megmondani, róla. És akkor mondjuk nem alkoholt iszik, vagy drogozik, vagy ilyen, hanem mondjuk a magunk, meg vagy lusta, vagy illetve, hát a... Mi is fogalmazzak? Nem az, hogy sokszor fáradt, hanem inkább lusta. És ezzel ugye módosul egy kicsit a tudata is, ugye, belemerül a lustaságba. Hogy tudjuk ezt, a prászadalmat tudjuk ezt azért így fokozatosan kicsit emelni, hogy ne legyen ennyire benne, vagy hogy tudjuk kihozni azt az illetőt? De látjuk, hogy ez nem jön neki. Ha, annyi, igen, Krisna tudat lassan, de fő dolog, hogy kezdünk önmagunkkal. Igen, és úgy tudjuk. És önmagunkat próbálni, ahogy mi jövünk ki abból a helyzetből, akkor egyértelmű lesz, hogy vagy lehet másokat is, másokon is segíteni. Hozom a magával ezt az egészet. Olyan, hogy intelligencia meg. Igen, szóval akkor, hogy idősebb lesz a diák, akkor ő majd rögtön tudja, hogy kell másokat tanítani. Én azt szeretném kérdezni, hogyha mondjuk így csináljuk a lelki életet, meg minden, de mondjuk jön olyan vágy, amit nem akarunk, hogy jöjjön, akkor az
Tehát, hogy olyan vágy lehetne, amit nem akarunk vágyni rá, de úgy mégis. Vannak nagyon sok vágyak, és azok a vágyak, azok jönnek. Mielőtt gyakoroljuk lelki életet, akkor úgy nem is figyelünk oda, csak követünk. Aztán, amikor valaki próbál jogi lenni, ami azt jelenti, hogy igazából próbálja kontrollálni az elméjét, akkor szembe jön, hogy mennyi más vágy van, amiről még nem is állt szembe. És látja, hogy ezek nagyon mélyen mennek, mint ahogy mondom, hogy ez nagyon rég létező szokás, aminek elképzelhető, hogy vannak, hát igazából vannak végtelenül sok vágya, de a lelki életnek a gyakorlata az tisztítja ezeket a dolgokat, amivel, és azért ki kell ebben tartani, mert ez nem egy kicsi dolog, nem egy gyors dolog. Szóval ez a joga. Ugye, vagy valaki, mit jelent, hogy valaki lesz szidha, hogy tökéletes lesz jogában, az azt jelenti, hogy valakinek nagyon komolyan rá kell magát szánni, és akkor amilyenféle dolgot csinálunk a világban, mindig bele kell komoly időt fektetni, és energiát. Szóval nem várhatunk, hogy valami szakmával kapunk diplomát két nap alatt, sok-sok éveket alatt tart. Hasonlóan ugye ebben, hogyha ezeket a dolgokat, akkor nagyon komolyan rá kell állni, mert fogjuk látni, hogy nagyon mélyen mennek ennek a gyökere. És azért mondom, hogy ez nem csak egy részlet, ez nem egy lebeszű. De ez nagyon komolyan rá kell szállni, és valamennyire igazából úgy is építeni az életünket, hogy ez a fő dolog. És valamennyire nagyon lecsökkenteni, vagy egyáltalán legjobb, hogy semmi más nem csinálni, hogy úgy lecsökkenteni igény más dolgokat, hogy nekem nem kell más dologra befektetni időt vagy energiát. Azt hiszem, hogy az utolsó, itt kívánok, és akkor nektek vannak is köszönjük. Én azt szeretném kérdezni, hogy ezt hogy kell értelmezni, hogy azt a szív tisztul, szóval maga a finom fizikai szív központ, arra hat az anyagi energia a finom fizikai szív központunkra, ami a lélek burka, úgymond. Hát ez a karmának a törvénye. Szóval van egy eredeti vágy, ugye a vágy valahol, hogy legyen tej, lett egy vágy, hogy legyen egy munkahely, abból lett egy vágy, hogy legyen egy ház, és lett vágy, hogy lett feleség, és egyik vágy, abból meg szülsz, annyi más vágyak. Szóval ezek a vágyak, ezek olyanok, mint magok, ezek meg nőnek, és ahogy csinálsz valamit, őket teljesíteni, ugyanúgy, mint ugye van egy mag, abból az egy magból, akkor kijön egy fal, és a fának van több millió magja, és abból jönnek több millió több fák. Szóval ahogy öntözöd ezt az egy magot, és teljesíted ezt az egy magot, hogy ebből le van egy fa, az a cselekvésnek a fája, akkor abból fog születni annyiféle más több fák. És ezek a vágyak, ezek vannak, ezek igazából a hamis én, ezek a emlékezet, vagy az ösztönzés, ami van a lélekkel, és ami köti a lelket, és amitől nem tud a lélek felszabadulni. De hogy azt mondjuk, hogy szív, szóval köze van a szívhöz valami, hogy csak ezt így metaforikusan? Igen, metaforikus. Köszönöm. Igen. Szóval nem a fizikai a dolog, a szív önmaga, de ez úgy metaforikusan mondjuk, hogy ez inkább a lélekről van szó. És hogy a lélek körül van véve azok a féle finom energiák, amik felépül ezek a vágyból, és amik ezek a vágyok megteremtenek körülötte. És ezt tett azért a Háti Jogának egyik célja próbálni tisztítani a szívet,
ezektől a levegőktől, vagy ezektől a dolgoktól, de annak csak egyféle korlátozott hatása van. Szóval azért szükséges, hogy nekünk van egy etikai életmód, ami korlátozza, úgyhogy nekünk úgy kell tudni, hogy úgy cselekszünk, ha nem csinálunk több vágyat. Ha másképp, akkor megint kezdenek. Hogy tudunk élni és mozdulni, anélkül, hogy egyik oldalon tisztítjuk, és ezeket a vágyakat csak az odaadó szolgálat, jobbára, pankagyobb, alászó, világszó, baktya, karmásolja a karmának a gyökerét, csak a oda bakti tudja tisztítani, tisztítja fel, mások csak tudják visszavágni az ágakat, de megint fognak nőni, de a gyökeret nem tudja kipuszni. És egyik oldalon, hogy tisztítani a szívet, és a másik oldalon, hogy úgy élni, hogy nem csinálunk több magot, nem csinálunk több vágyat. És azért kell egy nagyon szabályozott és etikai és Krisna tudatos életmódot is élni, másképp akkor egyik oldalon, ugye öntjük a vizet a tűzre, másik oldalon meg dobunk fátra. Még sokat, hogy akkor az a gondolat jól lehet, hogy akkor csak az önmegvalósítás fájnak a magját kell öntözni. Hogy mi? Hogy csak az önmegvalósítás, ugye mivel ezzel akkor foglalkozni akarunk, akkor csak ezt a magot érdemes öntözni. Krisnának a... csinálni azt, amit Krisna akar. Igen. Aminek az önmegvalósulás a, ugye egyik szintje. Ezt nem. És a körül építeni a szívetünket. De erről szól a szívet. Oké, akkor menjük vissza a szívet. Akkor köszönjük szépen, most az kis puszálom. És hát Pistán.